Az elmúlt hónapokban több alkalommal is elhívtuk a Szolidaritási Akciócsoport különböző tagjait, akik ismertették nézőinkkel azokat a gondolatokat, amelyeket a különböző cikkeikben foglaltak össze. Ezek a cikkek jelenleg is elérhetőek a Mérce aloldalán. Ha valaki esetleg nem találkozott volna még ezekkel az írásokkal, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy olvassa el őket. Ezt megkönnyítendő, egyébként belinkeltük ide a leírásba közvetlenül az összes cikket, tehát ezek elérhetőek egy kattintással. A Szolidaritási Akciócsoport alapvetően azért alapult meg a koronavírus járvány kitörésekor, hogy különböző kritikai gondolatokkal segítse azt, hogy milyen formában érdemes egyáltalán tárgyalunk arról, hogy a járvány levonulása után elkezdjük újjáépíteni azokat a szétszedett társadalmi intézményeinket, amelyeket erőteljesen megtépázott most ez a járvány, illetve ennek nyomán kialakult szociális és gazdasági válság. Hogy pontosan mik ezek a gondolatok, erről most csináltunk egy rövid összeállítást, először ezt mutatjuk be, utána pedig vendégeinkkel beszélgetünk, először nézzük meg a videót. A koronavírus járvány megmutatta, hogy milyen az egész emberiségre kiható katasztrofális következményei lehetnek annak a rendszernek, amelyik mind a természeti környezetet, mind az emberi munkát alárendeli a folyamatos felhalmozásnak. A koronavírus, az azt követő gazdasági válság és az egész emberiséget fenyegető klímakatasztrófa ugyanis nem a semmiből pottyantak ide, hanem természetes következményei annak a rendszer logikának, amelyik olcsó erőforrásként használja a Földet és az embereket a végtelen növekedéshez. Ez azt jelenti, hogy ha komolyan vesszük a globális egyenlőtlenségek és a klímakatasztrófa elleni küzdelmet, akkor bizony komolyan kell vennünk azt a célkitűzést is, hogy a kapitalizmus helyén egy új rendszert kell felépíteni. Egy olyan rendszert, amelyik minden egyes ember alapvető igényeit kielégíti, miközben lehetővé teszi a természeti környezet újratermelődését, és mindannyiunk számára beleszólást nyújt a legfontosabb ügyeink alakításába, a politikától a munkahelyekig. Ilyen rendszer szintű változásokat csak egy alulról szerveződő tömegmozgalom kényszeríthet ki, amelyik a rendszer veszteseiből szerveződik meg. Az ezekből az emberekből szerveződő tömegmozgalom pedig csak akkor érhet el érdemi sikereket, ha mind a politika, mind a gazdaság terén megszervezi önmagát. Politikailag ez olyan bojkottokat, sztrájkokat és tüntetéseket jelent, amelyek ellen tartanak a mindenkori politikai és gazdasági elitek akaratán. A gazdaság terén viszont nem ellenállásra, hanem építkezésre van szükség. Olyan gyakorlatok, intézmények és technikák kialakítására, amelyek demokratikus, szolidáris és ökológiailag is fenntartható módon szervezik meg a lakhatást, a gondoskodást, az energiatermelést és minden egyéb alapvető emberi szükségletet. A jelenlegi járványhelyzet miatt jelentősen visszaesett a gazdasági aktivitás. Ebből kifolyólag a kibocsátás és a légszennyezettség is csökkent. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a járvány megoldást jelenthet a klímaválságra. Először is azért, mert emberáldozatokat követelt. Másodszor pedig azért, mert a járvány érintetlenül hagyta a növekedésközpontú rendszerlogikát, amely áttételesen felelős a klímaválságért és a koronavírusért is. A rendszerlogika érintetlenül hagyását mutatja az is, hogy az államok és a nagyvállalatok továbbra is a gazdaság növekedési pályájára való visszaállítását segítik elő. A valós megoldást olyan alulról jövő társadalmi kezdeményezések vívhatják ki, melyek egyrészt felhívják a figyelmet a probléma rendszerszintűségére, másrészt saját működésükkel is alternatívát biztosítanak a kizsákmányoló és fenntarthatatlan gazdasági mechanizmusokra. Nézzünk meg ezen kezdeményezések közül kettőt. Az első az úgynevezett klímaszakszervezetek, melyek a dolgozók olyan tömörülései, melyek adott vállalati környezeten belül küzdenek az ökológiai szempontok érvényesítéséért. A legnevesebb fenntarthatóan működő kezdeményezés az Ecosia, mely világszerte működtet keresőmotorokat, és az ebből befolyó bevételt pedig fák ültetésére fordítja. A másik megemlítendő társadalmi kezdeményezés az úgynevezett zöld energiaközösségek. Ezeknek a lényege, hogy egy adott csoport kollektíven birtokol valamely megújuló energiában működő erőművet. Ennek a működési formának a legnagyobb előnye, hogy így a közösség autonómiát harcol ki magának az adott ország energiahálózatával szemben. A járványhelyzet rámutatott arra, hogy mik azok a tevékenységek, amelyek nélkül nem élne túl a társadalom. Az ápolók, bolti eladók, gondozók, szociális munkások sokszor alulbecsült munkája most felértékelődött, miközben a munkaterheik is jelentősen nőttek.
Ugyanígy nőtt a családon, háztartáson belül végzett munka mennyisége is. Ezek a munkák viszont nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg a társadalomban, hiszen főleg nők végzik őket. Nők ápolják a koronavírusos betegeket, a kórházakban sokszor megfelelő védőfelszerelés nélkül. Nők tanulnak otthon a gyerekekkel, sokszor saját fizetett állásukat feláldozva. Nők gondoznak időseket, fogyatékkal élőket, gyakran nem is itthon, hanem nyugat-európai országokban. Mostani válság viszont nem csak nehezebbé, de láthatóbbá is tette ezeknek a nőknek a munkáját, rámutatott a gondoskodási munkák kizsákmányoló jellegére és a bennük található nemi egyenlőtlenségekre. Jelenleg nincs megfizethető lakhatási alternatíva azok számára, akik alól kicsúszott a talaj. Azoknak is piaci árat kell fizetniük lakásukért, akik egyik napról a másikra elveszítették munkahelyüket. Magyarországon egyelőre kevésbé ismert a bérlői lakásszövetkezeti modell, ami több országban sikeresen enyhítette a lakhatási problémákat. Ezek alatt olyan kollektív tulajdonban lévő, a bérlők által alulról szerveződő módon kollektívan üzemeltetett lakóépületeket értünk, amelyekben a lakbérek hosszú távon és garantáltan megfizethetőek. Bérlői önszerveződésre jó példa még a bérlői szakszervezet, amely a kiszolgáltatott helyzetben lévő albérlőket köti össze, hogy közös fellépéssel kezeljék a bérlői problémákat. A profit maximalizálásra épülő kapitalista élelmiszerrendszer súlyosan károsítja mind a társadalmat, mind a természeti környezetet. Alapja a földtulajdon erőszakos koncentrációja és a kisgazdák elszegényedése, következménye pedig végső soron a legalapvetőbb életfeltételünk, az élelmiszer felett gyakorolt társadalmi kontroll teljes felszámolása. A sérülékeny, igazságtalan és fenntarthatatlan élelmiszerrendszer helyett új alternatívára van szükségünk. Olyan alternatívára, amely képes kielégíteni az emberek alapvető szükségleteit, és amely a természet újratermelődését szolgálja. Ez csak akkor sikerülhet, ha az élelmiszer előállítását és elosztását kivonjuk a profit logika alól, és szolidáris elvek mentén közösségi alapon szervezzük újra. Ehhez nyújt tudományos, gyakorlati és mozgalmi keretet az agroökológia, a permakultúra és az élelmiszer önrendelkezés. Ezek a keretrendszerek kimondják, hogy olyan fenntartható emberi környezetet kell teremteni, melyben megvalósul a föld és az emberek védelme és a javak igazságos elosztása, ahol a termőföld és a víz célja, hogy a többségnek ételt és italt adjon, nem pedig az, hogy a keveseket gazdagítsa. Ahol a helyi közösségek méltó munkával és környezetbarát módszerekkel tudják megtermelni saját élelmüket, úgy, hogy ezek a gyakorlatok és értékek nem csatornázódnak be a fennálló rendszerbe, láthatatlanul tovább erősítve azt. Vissza kell venni a kontrollt a termelés felett. Olyan gazdasági társulásokra és mozgalmi szövetségkötésekre van szükség, amelyek a hatékony termelés érdekében a munkavégzéssel járó terheket megosztják. Olyan termelői és fogyasztói szövetkezetek összehangolt működésére van szükség, amelyek politikai és gazdasági demokrácia mentén szerveződnek. Materiális alapokon lehet csak társadalmi ellenerőt képezni. Csak így lehet a fennálló rendszerrel szemben rövid távon autonómiát, hosszú távon rendszer szintű változásokat elérni. Ez volt tehát a Szolidaritási Akciócsoport néhány tagjával készített rövid videó összeállításunk. Ha valakit bővebben is érdekelnének a videóban elhangzott gondolatok, akkor a leírásban megtalálhatja az akciócsoport oldalára elvezető linket, nyugodtan tájékozódjon abból. És akkor most fordulok is vendégeimhez, akik itt van velem a stúdióban, szervusztok, röviden bemutatlak benneteket, Kemény Bence, illetve Csepregi Dávid, mindketten a Szabad Budapest Aktivista Kollektíva tagjai vagytok, illetve ami miatt most itt vagytok nálunk, az az, hogy mindketten írtok egy-egy cikket az Új Egyenlőségre, Bence cikke kinyomtatva is itt van nálam, ennek az volt ugye a cím, hogy baloldali populizmus halála és az eljövendő párt. Dávidnak a cikke az Elmélet, mint politikai probléma címet viselte. Fogunk ezekről is beszélgetni, de mielőtt ezt megtennénk, kérlek, hogy röviden ismertessétek azt, hogy az elmúlt 3 hónapban, tehát nagyjából a koronavírus járvány kirobbanása, a különböző korlátozó intézkedések bevezetése után, hogy látjátok, hogyan reagált a budapesti baloldali közeg a járvánnyal kapcsolatos intézkedések szolidaritásvállalás tekintetében?
Sziasztok, szerintem kezdem én. Egy picit messzebbről, tehát mielőtt volt ez a szolidaritási akciócsoport, csináltunk egy olyan ilyen egyeztető intézményt, aminek az volt a neve, hogy Balos Fórum. Ennek az volt a lényege, hogy ott még csak így megbeszéltük egymást, hogy mit csinálunk, mik a terveink, és akkor próbáltunk kapcsolódási pontokat találni. És ahogy jött a járvány és ez a válság, rájöttünk, hogy ez nagyon-nagyon kevés lesz, és nem lehet csak egyeztetni, nem lehet csak megbeszélni a dolgokat, hanem konkrétan közösen kell intézményeket építeni. Így jött ez a gondolat, ez kb. 10-15 szervezet vette benne részt, ugye főleg online, ami eléggé nehezítette a munkát, főleg voltak olyan szervezetek, amik egyáltalán nem ismerték egymást, ez sem könnyítette meg a helyzetet. A lényeg az, hogy a konkrét munka az volt, hogy megnéztük a problémákat először, ebből születtek ezek a cikkek, vagy inkább tanulmányok, és megnéztük, hogy milyen cselekvések, milyen tevékenységek tudnak ehhez kapcsolódni, milyen intézményeket tudunk építeni, ami a válság után is fennmarad, és ezekre a problémákra tartós megoldást nyújt. És akkor így jött ki a nagyon konkrétan egy ilyen kölcsönsegítségnyújtási projekt, amiben maszkokat vartunk, meg védőfelszerelést csináltunk. Egy élelmiszerrel rendelkezésről szóló projekt, ahol próbáltuk ezeket az ellátási láncokat valahogy így helyre rakni, ez most is egy futó dolog, most fog beindulni, és egy gondoskodási válság, amit ugye felerősített ez a járvány, arra reagáló kölcsönsegítségnyújtási projekt. Ezek voltak a fő irányok. Voltak ugye ezek a cikkek, amiket említettél te is a bevezetőben, amik viszonylag gyorsan születtek különben, szerintem ilyen 1-2 hét leforgása alatt megszületett az összes, néhányra volt is szervezve online beszélgetés, és ha arra talán nem is megfelelőek, vagy nem voltak megfelelőek, hogy így betöltsenek egy ilyen erőteljes propaganda, illetve agitációs szerepet, ami túlmegy ezen a közegen. Arra mindenképp jók voltak, hogy azokat a szereplőket, akik eddig így nem nagyon ismerték egymást, így nagyjából összehangolt, és így sikerült megfogalmazniuk egy ilyen közös nevezőt is, elemezni a helyzetet, és aztán abból ilyen kiinduló pontokat találni. Ezen kívül az ilyen mutual aid, vagy a kölcsönös segítség volt az, ami így konkrétan történt a gyakorlatban is, itt Budapesten, nem tudom, hogy erről mennyit beszéljünk. Nyugodtan, folytasd. Ugye elindult egy ilyen Facebook csoport a Szolidaritás a válságban néven, és ott próbáltuk megszervezni azt, hogy az emberek így önkéntes alapon varjanak maszkokat, ami helyek közel sikerült is, mellette csináltunk készfertőtlenítőket, amiket eljuttattunk krízisközpontokba, vasutasokhoz, önkormányzatokhoz, stb. Az volt a tapasztalat, hogy különben sok esetben külső facilitálás nélkül is ezek a közösségek, vagy akár munkahelyek, dolgozók, munkások így már létrehoztak ilyen tevékenységeket egymás segítésére, és ezekben mi ilyen segítőként tudtunk gyakorlatilag részt venni. Hogyan értékeljétek, és ez a kérdés picit már átérzett a szövegeitekre is, milyen állapotban most jelenleg a közeg, illetve pontosabban mik azok az esetleges előrelépések, amiket realizálni tudott ebben az elmúlt 3 hónapban, tehát hogyan tudta használni a válságot, mint lehetőséget arra, hogy amiről ti is beszéltetek, megszervezze saját magát, az egymást nem ismerő szereplők közös felületekre kerüljenek, és megpróbálnak valami fajta együttműködésben gondolkodni, tehát mennyiben vagyunk beljebb, ha beljebb vagyunk 3 hónappal a járvány kitörése után. Még egy dolog az előzőhöz, és ami átvezet ide. Szóval ez a szövetkezeti mozgalom, ami legalább 5 éve épülget itt Magyarországon, és ezt kihagytuk egy kicsit, azért az nagyon látszik, hogy most, amikor egy csomó vállalkozás, vendéglátás, stb. Csődbe ment, látszik, hogy a szövetkezeti mozgalom, vagy a szövetkezeti központ, az igazából még meg is tudott újulni, vagy tudott fejlődni. És ehhez kapcsolódik ez az új intézmény, ami szintén ebből a közös munkából jött ki, a futárszövetkezet, ami ugye tehát a vendéglátás megállt, de hatalmas igény volt a házhozszállításra, és ezért pillanatok alatt csináltak egy futárszövetkezetet, mindenféle mozgalmi erőforrás becsatornázva. Szóval látszik, hogy vannak olyan módok, olyan szervezési módok, amik egyszerűen ellenállóbbak a válságban, sőt, épp a válságban tudnak egy picit fellendülni. Ez még nagyon fontos szerintem, ez az egész ahhoz, hogy így hogyan reagált a mozgalom. Én azt gondolom, hogy például az én cikkemben leírt problémák, azok nem oldódtak meg, egy picit közelebb kerültünk egyetlen probléma megfogalmazásához,
Most a közös munka alatt is kijött az, hogy ez egyik legfontosabb probléma, hogyha egy ernyős szervezetet csinálsz, és nem egy szervezeten belül csinálod meg ezeket a funkciókat, az az, hogy fellép az ilyen központi autoritásnak a problémája, hogy ki alkosson stratégiát, ki irányítson, ki hozzon döntéseket. Ez egy nagyon nehéz probléma még egy szervezeten belül is, de úgy, hogy több nagyon különböző szervezet dolgozik együtt, úgy különösen, de ennek ellenére, anélkül, hogy ezt megoldottuk volna, így is elég komoly közös munkát tudtunk csinálni, ami szerintem egy jó jel arra, és egy picit alátámasztja is, hogy nem feltétlenül az ilyen politikai ideológiák számítanak, hanem inkább a konkrét tevékenység, és az, hogy hogyan tudnak ebben a konkrét tevékenységben egymáshoz csatlakozni a szervezetek. Egy follow-up kérdés csak gyorsan, hogy ha olyan emberek nézik esetleg a műsorunkat, akik nem találkoztak ezekkel a különböző szerveződésekkel, meg ezekkel a kezdeményezésekkel, és mondjuk felvetik azt a kérdést, hogy mégis mekkora a rádiusza mondjuk ennek az egész kezdeményezésnek, mit tudtok mondani, hogy jelenleg egyébként hány emberrel, hány ügyféllel, hogyha szabad így fogalmazni, állhat kapcsolatban az általatok vázolt szervezetek vagy szerveződések bármelyike? Kevés emberrel. Tehát, hogy maga, az, akinek szervezeti tagság van ezekben a szervezetekben, az így maximum a százas nagyságrendben. Aki aktív szervezői munkát vállal, az pár tucat ember lényegében. Tehát, hogy erre se tudod főleg egy válság alatt tagságot növelni, úgyhogy az egyik fő probléma, hogy ezek a szervezetek is, amik benne vannak ebben az együttműködésben, ezekhez nem lehet csatlakozni. Tehát, hogy alapvetően a legtöbb szervezet kifelé azért zárt, most egy kutató műhelyhez, nem fog akárki az utcára tudni bemenni és csatlakozni, szóval erre még nem született megoldás szerintem. Erre lenne ugye az egyik válasz az, hogy szervezzünk ilyen közösségi segítségeket, ilyen projekteket, de hogy erre se, tehát hogy alapvetően az online téren keresztül egyszerűen nem lehet úgy szervezni és mobilizálni embereket, mint konkrét gyakorlati tevékenységekkel vagy face-to-face. Ami a közeget és ezt a válságot illeti, szerintem egy ilyen nagy gondolat volt, ugye, hogy a válság van, akkor a társadalom majd realizálja azt, hogy meg az ilyen rosszabbul érintett részei a társadalomnak realizálják azt, hogy mennyire szörnyek azok a körülmények, amelyek között él, stb. És erre tök érdekes volt szerintem a Róna Danéléknek a kutatása, a 21 kutatóintézetből, ahol így gyakorlatilag az jött le, hogy a leginkább támogatói a Fidesznek és a NER-nek, azok sok esetben pont, hogy azok a társadalmi rétegek és osztályok, akik ebből nem igazán profitálnak. Hát pontosabban profitálnak a saját felfogásuk értelmében. Igen, relatíve jól mondjálnak. Nyertesei a saját megérésük szerint pont ez volt a lényege, de közben valóban egyébként vesztesei ennek a igen, igen, igen. Ennek. Hogyha a környező országokat nézzük, Szlovákiát, Lengyelországot, Szlovéniát lehetne jobb is. Igen, sőt. És szerintem az nagyjából azt a mítoszt így, lerombolta, hogy így hát majd rossz esetben, vagy rossz életkörülmények között az emberek felázadnak, és inkább azok a fajta ilyen gondolatok, cikkek, mint például a Benci is jelennek meg, hogy hát úgy tűnik, hogy nem lehet bízni ebben a spontaneitásban, nem lehet abban bízni, hogy majd így hirtelen az emberek rájönnek, hogy hát nekik sokkal rosszabb a helyzetük, még akkor is, hogyha jobb, mint a 2000-es években, mint a szlovén munkásoknak, vagy akár a horvátoknak, hanem egyszerűen itt aktív gyakorlati szervező munkát kell beletenni abba, hogy egy ilyen válságot úgy értelmezzenek a válságot megélő emberek, hogy utána a saját érdeküket tudják képviselni rövid és hosszú távon is. Szóval bázist kell építeni. És ez szerintem az ilyen közeg egyik legnagyobb talán, és talán most a legszélesebb körben elfogadott konklúziója. Na hát akkor menjünk is tovább, mert hogyha valóban spontán mozgásunkból nem lesz politikai változás, akkor pontosan miből is lesz, és akkor Bence, itt most rád nézek első körben, hogy egy picit akkor azt kérem tőled, hogy foglald össze a cikkedet azoknak, akik nem olvashatták. Ugye, ha mondom még egyszer a cikkeket, itt a leírásban elérhető, hogyha valaki szeretné elolvasni, de akkor röviden kérlek, hogy tér ki arra, hogy pontosan mit írtál meg, és akkor majd utána lesz nekem kérdésem hozzád. Jó, most itt nagyon egyszerű fogalmakat fogok mondani, maga a cikk se egy ilyen tudományos igényű feltétlenül. Nem is különböző tudományos papírok vannak, tanulmányok vannak benne idézve, hanem mindenféle blogbejegyzés, ilyesmi, ami az amerikai közegen belül, ahol történik ez az egész gondolkodás. Szóval az alapvető probléma az, hogy van egy nagyon jól szervezett uralkodó osztály, egy uralkodó réteg, és van egy egyáltalán, vagy nagyon picit szervezett, de
számban hatalmas munkásosztály, vagy akár ebben a tanulmány underclass, ami nem a legjobb fogalom a világon egyébként ennek a leírására, és valahogy ezt a problémát kell megoldani, hogy van ez a hatalmas tömeg, ami szinte teljesen szervezetlen, és ezért teljesen erőtlen is. Na most akkor ugye ennek a megszervezésnek a terepe a klasszikus szociáldemokrácia, vagy klasszikus baloldali mozgalomban, az a, főleg a szakszervezeti harc volt. Akkor is már voltak egyébként bérlői sztrájkok, meg ilyesmi, mint a szakszervezeti és a politikai harc volt ennek a fő terepe, vagy az utcai politizálás mondjuk Németországban a kommunista párt által, stb. Most ugye a szakszervezetek, mint olyanok, elég durván inkorporálódtak ebbe az egész ilyen kapitalista, vagy akár nálunk az ilyen rendszerváltás utáni kapitalista rendszerbe. Ezért így nagyon nagy lett a tehetetlenség, nagyon nehéz őket megváltoztatni. Itt az alapgondolat az az, hogy kellenek új intézmények, persze a szakszervezetet se lehet például elvetni, de kellenek új intézmények, és akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy vannak ezek a kis csoportok, amik ugye folyamatosan termelik a tudást, ami a magyar baloldalra a legjellemzőbb működés, hogy a kicsi, zárt, ilyen szubkultúrás identitásra épülő csoportok itt termelik a tudást, csinálnak bizonyos tüntetéseket, aktivista tevékenységet, tanácsadást, stb. De nem végeznek agitációt, tehát saját aktivista köreiken kívül nem nyúlnak ki. Most ami itt a fontos, hogy megtaláljuk azokat a tevékenységeket, amivel bázist tudunk építeni, amivel a saját közegünkön kívül el tudunk jutni egy bázishoz, ami mondjuk a bérlők rétege, vagy a akármilyen munkások rétege, tehát hogy egy sokkal nagyobb tömeghez. Mert azt lehet csinálni, hogy 1000 meg 1000 új kis szervezetet csinálni egy közegen belül, és akkor elhapolni onnan 10 embert, meg onnan 30 embert, és kannibalizálni így egymást, de hogy nem erre van szükség, hanem új emberek bevonására, és úgy kell őket bevonni, hogy nem azt ígérjük neki, hogy majd milyen jó lesz egyszer a reményteli, mint a Jehova tanulja, hogy milyen jó lesz egyszer a reményteli kommunizmus, hogy a őzikének az orrára rászáll a pillangó, hanem valamilyen módon az önérdekkövetésre, egy ilyen felvilágosult önérdekkövetésre kell hatni, aminek a lényege, hogy nem úgy kell a saját érdekedet követni, hogy ez a mondjuk a bolygót tönkreteszed, vagy bizonyos népcsoportokat. Tehát ezért felvilágosult önérdekkövetés, és így kellenek olyan intézmények, amik egyrészt a tagság politikai oktatását megoldják, másrészt a tagság igényeit, materiális igényeit kielégítik, mondjuk kultúrára való igényt, élelmiszerrel rendelkezés, reprodukciós terhek csökkentése, stb. Ugye ebben a szövegedben te igazából ezt kiáltványként is lehetne tételezni. Egyértelműen leteszed a garasodat amellett, hogy szükség volna valamilyen olyan pártnak a létrehozatalára, ami ezeket a gondolatokat képvisel, és nem csak egy elvi kiállásról van szó, hanem nagyon gyakorlatilag megközelítésről is a kérdésnek, nevezetesen, hogy amit az előző megszólalásodban is már vázoltál, hogy nem lehetséges ernyőszervezeti felállásban kezelni azokat az autoritásbeli konfliktusokat, szervezeti konfliktusokat, káder konfliktusokat és így tovább ideológiai konfliktusokat, amelyeknek egy párt organikusan tud lenni a szervezeti egysége, amelyen belül ezek lemeccselhetők, vagy megvívhatóak. Szerinted mi az a mondjuk három előfeltétel, ami hiányzik most ahhoz, hogy egy ilyen pártnak a létrehozataláról nem csak mint egy ilyen elméleti igényről tudjunk beszélni, hanem valami olyasmiről, ami bekövetkezhet a következő, nem mondok időtávad, de mondjuk belátható időn belül. Tehát mi az a három előfeltétel, amit szerinted ki kell termelni a közegnek magából ahhoz, hogy ez realitássá váljon? Azért nehéz erre válaszolni, mert én most nagyon sokat gondolkozok, az egyáltalán egy olyan formáció, ami egy pártot meg tudna előzni. Tehát, hogy egy pártot felépíteni, az lehet csinálni nagyon elhamarkodottan, most így három el tudunk menni, és meg tudunk csinálni egy pártot, akár nem is a jogi értelemben. De nagyon sok feladat van, ami megelőzi egy párt előtti szervezetet is. De ami nagyon fontos, az első, az nyilván egy bázis kiépítése, de hogy ez kicsit ilyen tautológia, de egy bázis kiépítése. A másik az, hogy legyen egy szilárd ideológiai alap, és itt mondjuk ebbe beleérteném most a szervezeti felépítést is, mert a szervezeti kérdés ez mégis egy politikai kérdés, mert amint most mi megörököltünk szervezeti felépítés, vagy ilyen szervezeti gondolatok, az ilyen Occupy, meg hallgatói hálózatnak az ilyen struktúrálatlanságnak valamilyen szinten azért a fetisizálása, ami tehát ennek a működésére ennek is megvan a helye bizonyos intézményekben, de hogy így nem lehet egy hatékony politikai szervezetet építeni, és nem lehet eljutni egyfajta ilyen ideológiai fejlődéshez sem. Szóval
erre mindenképp szükség van, és azoknak az intézményeknek a biztosítására, hogy mindenkihez eljusson a tudás. Tehát, hogy legyen olyan ez a szervezet, mint egy fraktál, hogy ahogy működik a központi bizottság, úgy működjön minden munkacsoport, és mindenkire ugyanaz legyen érvényes, mindenkinek meg legyen a tudása ahhoz, hogy ő is be tudjon magasabb pozíciókat tölteni. Tehát ne az legyen, hogy legyen egy elit, ami teljesen elszakad, mint amit láttunk az ilyen baloldali populista pártoknál egyébként. És a harmadik, hát mondjuk ez inkább szétvenném, tehát ideológiai kérdések és a szervezeti működés letisztázása, és olyan tevékenységek megtalálása bázisépítésen keresztül, amikkel meg lehet szólítani embereket, amik nem csak ilyen elit érdekeket képviselnek. Én azért ismerem annyira nézőinket, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják szóvá tenni azt, hogy ez mind szuper, de hogy ezek közül tényleg nincsen egyetlen egy olyan résztevékenység sem, amit megoldottnak tekinthetnék a közegen belül. Tehát, hogy egyébként szerintem az van, hogy elkötelezett baloldali emberek is sokszor kaperek amiatt a falat, hogy miközben értik az akadémiai igényességet, értik az ideológiai cizelláltságot, de közben meg azt lehet látni, hogy mondjuk a Momentum képes volt megszervezni saját magát. Nyilvánvalóan nem volt meg mindeni kérdésre a válaszok, amivel mondjuk jelenleg rendelkeznek, és nem rendelkeznek még minden válaszsal ahhoz, hogy kormányzásban hogyan kellene szerepet vállalniuk, de ők közben pont azt a lépést megtették, hogy létrehoztak egy pártformációt, és a párton belül érlelik ezeket a konfliktusokat, és mennek ezen keresztül, amivel saját magukat is formálják, mint közösséget építik. Nem lehetséges-e az, hogy ez egy ilyen versenyhátránya a baloldalnak, hogy nem meri meglépni ezt a fajta szervezeti konfliktust részben a már egzisztáló baloldali, vagy baloldaliasnak tekintett pártokkal szemben, részben más versenytársakkal szemben, most akár a Momentumot is mondhatom, de mondhatnék más pártot is. Én csak ide azt szúrnám be, hogy a Momentumnak olyan szempontból előnye volt, hogy a Momentum szavazóbázisa, meg ugye mielőtt elindult ez a Menjünk el vidékre programjuk gyakorlatilag, akkor látszott az, hogy azok az emberek fogják ők támogatni vidéken is, akik kiábrándultak a létező balliberális vagy liberális pártokból, esetleg konzervatív pártokból, vagy adott esetben különböző Fideszből is, és leginkább ilyen értelmiségi háttérre rendelkeznek vidéken is. Akiket sokkal könnyebb ugye megszervezni, meg alapszervezetbe tömöríteni, mint azokat az embereket, akikről most mi beszélünk, akik az underclassnek a tagjai, illetve a vidéki munkásosztály, hogyha úgy tetszik. Azért, mert sokkal kevesebb szabadidejük van, az ilyen ideológiai indoktrinációról már nem is beszél, stb. Szóval ilyen szempontból nyilvánvalóan így a Momentum az jól csinálta, amit csinált, de sokkal könnyebb volt. Amúgy ez már egy érdekes kérdés, amit mondtasz, hogy ez a konfliktus felvétel azokkal a létező vidéken is aktív pártokkal szemben az miért nincs meg, vagy hogy biztos, hogy ez az oka, én nem vagyok benne biztos, hogy csak ennyi oka van. Szerintem itt van egyszerűen egy ilyen erőforrás hiány probléma is. Azok a tevékenységek, amik most működnek, ami így, ahogy mondta a Bence, és ahogy azt hiszem a cikkben is benne van, azok az ilyen aktivista tevékenység Budapesten, illetve az értelmiség tevékenység egyrészt így erőforrás szempontjából alacsony belépési küszöbűek, viszont nem tudnak tovább terjedni a Budapesten és az agglomeráción kívül túlságosan hatékonyan. Talán csak az AVM-re példa Pécsen, de mivel ez is szintén egy ilyen aktivista tevékenység, ezért könnyebb megszervezni egy ilyet, mint minden egyes nagyobb városban, vagy akár kisebb városban alapszervezetet csinálni úgy, hogy ezután önműködően fennmaradjon. Itt még ami nagyon fontos, hogy a Momentumnak klasszikus liberális politikai értelemben való párttevékenysége van, kampányolás, ami inkább kimutat mondjuk ilyen adománygyűjtés, vagy ilyen bizonyos helyügyekhez kapcsolódó kampányok, de lényegében nem végeznek olyan pártmunkát, amit én egy ilyen valami újdonságnak, vagy valami érdekes dolognak tartanék, amit mondjuk a szociáldemokrata pártok akár Magyarországon. Tehát ezer példa, most ami nagyon aktuális, mondjuk a Black Panther Party az USA-ban, ott ugye volt egy pártszervezet, ami nagyon keveset foglalkozott egyébként a választásokkal, de nagyon sokat foglalkozott ingyen klinikákkal, szűrővizsgálatokkal, közétkeztetéssel, fegyveres önvédelemmel. Tehát, hogy olyan tevékenység, amikkel egész negyedeket, egész városokat tudtak maguk mellé állítani, plusz rengeteg szövetségest a saját közegükön kívül, ugye egyetemistákat, Puerto Ricóiakat, stb. Szóval a Momentum, amit csinál, ez a klasszikus párt tevékenység, aztán nagyon jól csinálja alapvetően. Talált egy olyan modellt, amit egész könnyű reprodukálni különböző városokban, mert egyébként ezt szerintem könnyebb csinálni, mint egy új a város mindenkiét, mert ez egy jól reprodukálható ilyen
formalizált folyamat, viszont nem végez olyan tevékenységet szerintem, amivel a konkrét társadalmi alapot elérné, amivel olyan társadalmi támogatottsága lenne, ami egy választáson kívül, vagy akár egy, nem tudom, tüntetésen kívül is meg tudna mozdulni. Szóval én ezt nem látom, és én ezt tartom fontos pártmunkának, ezt tartom az ilyen bázisépítésnek, az ilyen kulcsának ezeket a tevékenységeket. Erről még kicsit beszélj, és aztán áttérünk a Dávid szövegére, de hogy még ezt egy picit szerintem fejts ki, mert részt írsz a szövegedben arról, hogy mennyire fontos az a kiterjesztett pártfogalom, amire most egyébként utalt ez. Picit kérlek, hogy fejts ki, hogy mit értesz te ez alatt, mert hogy a szövegből az rajzolódik ki, hogy ez egy sokkal inkább egy edukatív projekt, amelynek részegysége vagy részeleme az, hogy a hatalomnak a megszerzéséért is küzd. De a legfontosabb és a legelsődlegesebb feladata az, hogy a megszerzett erőforrásokat, a már indoktrinált tagokat vagy tagságot, a szervezőket, akiket meg kell még szervezni egyébként, azokat azért tartja vagy szervezi egységbe, hogy ezen keresztül minél szélesebb körben terítsen olyan tudásokat, amelyekhez egyébként klasszikusan nem lehet hozzájutni sem a különböző médiumokban, sem az oktatási intézményekben, és így tovább, és így tovább. Tehát egy olyan társadalmi edukációs projektnek lenne gyakorlatilag a szervezeti egysége a párt, aminek mellékesen feladata a hatalom megszerzése. Mennyiben mellékesen feladata a hatalom megszerzése, és hogyan lehet kezelni ezt a problémát? Tehát picit kérlek, mesélj, hogy pontosan mit értesz ez alatt a pártfogalom alatt, és hogyan kezded azokat a konfliktusokat, amelyek a szövegedben csak mellékesen jelennek meg a hatalom megszerzésével összefüggésben? Itt ami nagyon fontos, hogy igazából a pártfogalom az egészen a liberálisoktól, szerintem az anarchistákig nagyon hasonló. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez egy olyan dolog, ami lényegében indul a választásokon, tagjai vannak, és vannak szavazói. És így ez a párt. És amit én próbáltam beszélni, ez egy olyan, nem tudom, mondjuk autonóm pártfogalom, ahol a pártnak ez lehet egy tevékenysége, lehet egy eszköze arra, hogy még több erőforrás szerezzen más tevékenységére, hogy még több figyelmet szerezzen más tevékenységeknek, de nem lehet ez a fő célja. Most ez például a hatalom megragadásánál maradva, hogy meg lehet nyerni a választásokat, mondjuk, tegyük fel, hogy meg lehet nyerni a választásokat Magyarországon is, de azzal csak ennyivel nem lehet átalakítani a globális értékláncokat, nem lehet átalakítani a hatalmat, nem lehet átalakítani a Európai Uniót. Ehhez valamifajta olyan mozgalom kell, ami egyrészt olyan tevékenységből, amik reprodukálhatóak, tehát ez egy mindenképp egy nemzetközi mozgalom, értelemszerűen, mármint hogy egyszerűen nem lehet máshogy elképzelni ezt, hogy ez működjön. Aminek a cél nem feltétlenül a hatalom megragadása, mert hogy mindenképp a hatalom megragadása, de azzal a cél, hogy azt a hatalmat valamilyen módon átalakítsa, azt, hogy milyen módon, ezt biztos, hogy nem fogom én most megmondani, de biztos, hogy olyan módon, ami a kiterjesztő demokráciát, a gazdasági demokráciára, és nem csak ezt a hegemon demokrácia értelmezést fogja szolgálni. Szóval én valahogy így képzelem ezt, és ez mindenképp szükséges az, hogy a tagok érdekei már ez alatt a folyamat alatt legalább egy részük ki legyen elégítve, legalább egy részük, tehát legalább egy bizonyos szegletekben tudjanak a társadalomban máshogy integrálódni. Egy záró kérdés, hogy aztán áttérünk a cikkedre, Dávid, de hogy mit válaszolsz azokra a kritikákra, amelyek azt vetik föl, hogy ez annyira elnagyolt, annyira idealisztikus megközelítése a párt fogalmának, miközben az is már hatalmas előrelépés lenne, mondjuk lenne egy dedikált parlamenti frakció, lennének nem tudom, városok dedikált képviselőtestülettel, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy nemzetközi együttműködések, a hatalom fogalmának, a termelési értékláncoknak a megbontása, akár csak régiós együttműködésben, tehát ettől olyan távol vagyunk, hogy valószínűleg az Orbán rezsim bukását könnyebb elképzelnünk, semmit mondjuk, hogy egy ilyen együttműködés ki tudna alakítani mi generációnk, vagy mondjuk a következő 20 évben ki tudna alakítani generációk széles körű együttműködése. Mit válaszolsz ezekre a kritikákra? Azt, hogy ezek a folyamatok történnek minden nap. Tehát a globális értékláncokat átalakítják a nagy cégek, átalakítják a nemzetközi tőkefrakciók, a hatalom fogalmát átalakítják a jobboldali populista pártok. Tehát, hogy ez eddig is történt ez a folyamat, csak nem a mi érdekünkben, nem az emberek érdekében. És ha ezeket a dolgokat meg lehet csinálni, akkor azt is el tudom képzelni, hogy akkor az emberek is meg tudják tenni, nem csak a legszervezettebb, legnagyobb hatalommal rendelkezők. És a másik pedig, hogy nem tudom idealisztikusnak gondolni azt, aminek ilyen mély gyökerei lehetnek mondjuk a materialitásban, és láttuk, hogy bizonyos pártok, nem mindegyik, nagyon-nagyon nem mindegyik, de mondjuk a német vagy a magyar szociáldemokrata párt bizonyos időszakokban erre képes volt, bizonyos tevékenységek használatával, amik megváltoztak, ezért nekünk is változnunk el. Köszönöm szépen. Dávid, én ezt még valamennyivel kiegészíteném, hogy ugye mondod azt, hogy miért nem az a cél, hogy akkor csináljunk egy parlamenti frakciót, vagy csináljunk
vagy érjük el azt, hogy egy-két helyen az egyéni választókerületben legyenek életünk, stb. Stb. És én úgy gondolom, hogy ezt tényleg ezt könnyen meg lehetne oldani. Tehát, hogy pont ez a kritika tudom, moment... Én, oldani, csak... én úgy gondolom, hogy viszonylag igen, és pont ez a kritika momentummal szemben is, hogy az, amit csinálunk, meg amiről beszélünk, az egy ilyen viszonylag gyorsan abszolválható probléma. Viszont hosszú távon nem fenntartható. Azzal, hogyha csak vannak jelöltjeink, esetleg akár képviselőink is, de nincs mögöttük semmilyen bázis, ami egyrészt biztosítja azt, hogy a képviselőknek az akarata, illetve programja valóban egy ilyen fenyegetésként tűnjön az uralkodó osztályjal szemben, az kell az, hogy bázisa legyen, és ahhoz is kell, hogy hosszan, több cikluson, több éven keresztül fenntartható legyen a reprezentációs működése ezeknek az embereknek. Szóval azzal, hogyha először csinálnánk ilyen képviselőket, és utána a bázist, azzal így felcserélnénk a lépéseket szerintem. Térjünk át a cikkedre, amelyben te a reálpolitikai fordulattal kapcsolatban leggyakrabban felvetett ilyen morális vagy ilyen purista etikai kérdésekre tértél ki. Úgyhogy kérlek, hogy röviden akkor te is most foglald össze, hogy pontosan milyen állításokat tettél ebben a cikkben, mi voltak a legfontosabb állításaid, és szintén csak azt mondom a nézőinek, hogy kit érdekel a teljes cikk az a leírásban, ezt is el tudja olvasni. Dávid. Köszi, hogy felhoztad a cikket. Én egy lépéssel valóban távlabról kezdtem az elemzést, és ez még akkor is inkább egy ilyen elméleti cikk, hogyha itt pont a gyakorlat mellett és a kontextus mellett érvelek sokszor. Annyiban különbözik a Bence cikkétől, amiről beszéltünk, hogy ez egy recenzió. Ez egy rövid könyvecskének a gyakorlatilag bemutatása, és valamennyire illesztése, vagy így időben és helyben közelítése a magyar helyzethez. Azt a fajta hozzáállást kritizálom, ami te is, ahogy te is említetted, ami ilyen idealista, és illetve ilyen kicsit szerintem szektoriánus, tehát hogy ilyen kis csoportok felé húzó politikához vezet. Miszerint igazából így van egyfajta elmélet, amit így mi főleg erkölcsi, illetve egy absztrakt elvek mellett mentén fogalmazunk meg, és ebből próbáljuk levezetni azt a politikai gyakorlatot, amit mi úgynak tartunk. És én azt gondolom, hogy ez sok szempontból nem lehetséges. Egyrészt azért sem lehetséges, mert hogy így nagyon nehéz sokszor a valóságra ráhúzni ezeket az elméleteket. Másrészt egyáltalán nem viszi előre azt a fajta ilyen tömegpolitizálást és bázisépítést, amiről mi beszélünk éppen, mert hogyha így azt mondjuk az embereknek csak szimplán, hogy így hát nem fontos nektek az igazságosság, akkor így azt mondják, hogy így de persze, de hogy utána nem fogják tudni, meg mi sem fogjuk igazából tudni, hogy mi a következő lépés, tehát hogy mi a teendő ebből fakadóan. Sok minden van még igazából abban a cikkben. Nem tudom, hogy miről beszéljek még. Szerintem erről a reálpolitikai fordulatról beszélünk egy picit még, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és biztos, hogy visszatérően fontos lesz majd a következő években is, hogyha mondjuk itt ülne most egy olyan nézőnk, vagy nem, itt ülne Puzsér Róbert, akkor ő valószínűleg azért amellett érvelne jelentős hangerővel, hogy itt azért lényegileg nem a... hogy ilyen amorális döntések meg ideologizálásáról van szó, nem arról van szó, hogy amire azt gondoljuk egyébként, hogy morálisan nem biztos, hogy fölvállalható, vagy nem biztos, hogy jó szívvel támogatható, akkor és szívül vagy elméletet ez a cikk, és az általad hivatkozott szakirodalom, hogyan reagálná erre a fádra, vagy hogyan reagálná erre a fölvetésre? Hát azt mondanám legelőször is, hogy így ez minden csak nem amorális dolog, mert úgy gondolom, hogy itt van egy olyan jelenség az utóbbi 10 évben, de hogy ez így, vagy legalábbis Magyarországon, de ez különben máshol is érvényes, meg ez egy régi dilemma különben a baloldali mozgalom belül, hogy nem használunk ki minden olyan lehetőséget, minden olyan intézményt, ami előre vinni a baloldal, illetve a munkásmozgalomnak az ügyék. És egy ilyen intézmény és ilyen lehetőség maga az állami intézményrendszer, a választások, stb. És úgy gondolom, hogy pont az amorális, hogyha ezzel nem nézünk szembe. Hogyha azt gondoljuk, hogy így itt igazából így valójában igazából ez azt mondjuk, hogy így a valóságnak túl sok köze nincs ahhoz az elmélethez, ahhoz a hitrendszerhez, gyakorlatilag sok esetben identitáshoz, amiben mi hiszünk,
hanem ennek az hitrendszernek, elméletnek, identitásnak a fenntartása fontos, legyen bármilyen következménye is, bármilyen implikáció is a gyakorlatra nézve. Sok esetben ennek az identitásnak a fenntartása pont az ügy gyakorlati megvalósítását akadályozza. Úgyhogy a Puzsérnak ezt mondanám, de valószínűleg nem csak neki, hanem másnak is, aki hasonló kritikával él. Tehát, hogy az ígyszerek kiadását tartom amorálisnak. Mit válaszolsz egyébként erre a felvetésre, Bence? Kérem ezt úgy is egyébként, hogy méltányosan úgy olvasni a te szövegedet, hogy a reálpolitikával szembeni fenntartásaiddal próbáltál valamilyen módon számot vetni ebben. Hol helyezkedsz el ebben a kérdésben? Hát, amiben mindenképp meg tudunk egyezni, az az, hogy maguknak, legalábbis az eszközök nagy részének nincsen valami fajta ilyen, tehát nem kapcsolható bizonyos ideológiákhoz, ami nagyon fontos abban, amikből én merítkeztem, hogy ott egyáltalán nem az a lényeg, nem az alapján kell megszabni, hogy ki milyen, hova tartozik, hogy én anarcho-szindikalista vagyok, ő meg trockista, és akkor mi nem tudunk együtt dolgozni, meg kell nézni ezeket a tevékenységet, amik nagyon mélyen vannak legyökerezve a materialitásban, és nagyon egyszerű dolgok az, hogy kell csinálni egy bérlői szakszeretet, az, hogy részt kell venni az önkormányzati választásokba, hogyha részt veszel az önkormányzati választásokba a jó célokkal, azzal még nem árultál el semmilyen ideológiát, azzal még nem lettél egy, nem tudom, reformista vagy akármi. Sőt, a reformokat is lehet úgy használni, hogy azok előre vigyék az ügyünket, stb. Szóval én tényleg csak ezek nagyon egyszerű állítások, szerintem is nagyon könnyen beláthatóak, és azért nem tudjuk őket könnyen belátni, mert a baloldal, a magyar baloldal, és évtizedek óta van ebben az ilyen posztszocialista, ilyen szektariánus, szubkulturális tengődésben. Ugye, bocs, írsz arról itt, Dávid, a szövegedben, hogy igazából a politikát kellene politizálni, amit én úgy értelmezek, hogy te felszólítasz arra, hogy ezt a kifejezetten esztétikai alapú élvezetét a politikának, amit egy ilyen a saját magunk gyönyörködtetésére művelünk, és egyébként vagy morális megdicsőülés, vagy valamilyen közösségi visszacsatolást várunk cserébe, de lemondunk a társadalmi változáson, mert annyira lehetetlennek látjuk azt. Tehát, hogy ezzel való szakításra hívsz föl. Szerintetek mi a legfontosabb akadály annak, hogy ez meg tudjon történni? Most beszéltünk itt már a tagságról, beszéltünk a társadalmi beágyazottságról, beszéltünk egy csomó ilyesmiről, most kifejezetten a közegről beszélünk. Szerintetek a közegen belül mi a legfontosabb attitűdváltozás, ami előfeltétele kellene, hogy legyen annak, hogy ez a fordulat megtörténjen a politika értelmezéssel kapcsolatban? Hát szerintem ez egy jó kérdés, és nincsen rá igazából. Tehát, hogy ezt a közeget lehet ilyen homogénként kezelni, de azért ilyen szempontból, olyan szempontból hibás, hogy azért sokfajta szereplő van benne, sokfajta érdekekkel, sokfajta tevékenységgel, sokfajta ideológiával is, ami így amúgy szerintem sem okoz ilyen áthidalhatatlan különbségeket a közeg szereplői között. De hogy így más-más okok miatt. Van, aki tényleg egyszerűen azért nem próbálja, vagy nem is akar foglalkozni politikával, mert hogy egy elvben elutasítja azt. Van, akinek a tapasztalatai azt sugallják, hogy így nem érdemes ezzel foglalkozni, mert hogy így semmi jó nem származik belőle, stb. Nem tudom pontosan, nem tudnék rá definitív választ adni. Meg másrészt ez a cikk nem is csupán ennek a közegnek szólt, hanem az ilyen baloldali, részben baloldali, de főleg a liberális értelmiségnek, akik az utóbbi, tehát a NER alatt így nagyjából így abban gondolkoztak, hogy ilyen alkotmányjogi, illetve emberi jogi keretekben bármilyen változást el lehet érni Magyarországon. Hát ez így nem, látjuk, hogy ez így egyáltalán nem működik, de úgy tűnik, hogy még ezt a belátást sokan nem, szóval sokan még nem látták be gyakorlatilag ennek a gyakorlatnak a hibásságát mindig. Bence? Szerintem a közeg egy része nagyon jó dolgokat csinál most is, és ami inkább a problémája ennek a részének, hogy egyszerűen a szervezeti felépítés és az erőforrásbeli kérdések nincsenek rendesen átpolitizálva. Mondjuk például az, hogy a tagdíj azt abból a legtöbb szervezetben, hogy úgyis már ingyen munkát rakunk bele, akkor minek kérünk még tagdíjat. Szerintem ez önmagában például egy problémás, ilyen példaszerű ilyen probléma. A másik pedig, a másik fejének, a közegnek meg egyáltalán azt kell meglépnie, amit mondjuk az orosz szociáldemokraták 120 éve megléptek, hogy az ilyen kiskörös propaganda tevékenységben, ahogy csak ilyen tényleg nagyon kis körökben csináljuk a szövegeket, egymás szövegét olvassuk, másokat kritizálunk, abból át kell lépni az agitációba, amikor ugyanezek az emberek megpróbáltak kimenni a gyárakba, kimenni a termelőszövetkezetekbe, vagy ilyen termelőközösségbe, és ott megpróbálták őket ezt a propagandát átütetni a gyakorlatba. Nagyon sok szervezetnek, vagy csoportosulásnak, vagy nem tudom minek,
ezt kéne megugrania szerintem. És nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek menni fog, nem probléma, mert még egyébként nagyon sok ember van a közegen kívül is szerencsére. Jó, és akkor csak ehhez még hozzáfűzni, igazából ilyen személyesebb aggályaimat, hogy ugye olyan történelmi időben élünk, ahol nem lehet igazából tökéletesen reprodukálni azt, amit 120 éve az orosz szociáldemokrata párt megtett, vagy a németek, stb., hogy így ugyanaz üzenetet, csak így, tehát ugyanúgy az ilyen marxista elemzést így átvisszük egy másik kontextusba, és ott egy gyárakban zárt munkakörülmények között ezt így nagyon gyorsan lehet terjeszteni. Ennek van egy ilyen tök materiális része, hogy egyrészt a termelés az majd máshogy történik, stb. Másrészt van egy ilyen történelmi ideológiai háttere is, hogy ugye a Szovjetunió létezése, keleti blokk létezése és bukása miatt nem lehet kritikátlanul alkalmazni ezeket a sok esetben fogalmakat, szakkifejezéseket, stb., hanem valahogy szerintem így azt kell megtalálni, hogy hogyan tudjuk megőrizni a tartalmat, anélkül, hogy újra ismételnénk ezeket a szektoriánus dolgokat. És szerintem ez egy olyan dolog, amit dolgoznia kell itthon a baloldalnak, Amerikában itt talán kicsit jobban sikerült, ami talán már vannak ezzel kapcsolatban előrelépések, de szerintem ez egy olyan probléma, amit még át kell hidalnunk valahogyan. És akkor egy záró kérdés az adás zárásaként, hogy ugye most nyári szünet jön a Partizánban, de nyári szünet jön azért sok mindenki másnak is, tehát az egy kicsivel több ideje lesz például, amikor olvasni az embereknek, a nézőinknek. Ti mit ajánlanátok a nézőknek, mit olvasnak el a nyáron föltétlenül, ha mondjuk ezekkel a kérdésekkel szeretnének ismerkedni, vagy számotokra mi volt a leginspirálóbb politikai olvasmány mondjuk az elmúlt fél évben, amit jó szívvel ajánlátok megismerésre a nézőinknek is? Nyári olvasmány a nézőknek? Ajánlanám Rosa Luxemburgot mindenképpen, Abdullah Öcalant, és ezek nem kell sok szöveget olvasni, szerintem pár szöveget kell nagyon alaposan elolvasni, jól megérteni, és aztán lehet, de nagyon fontos az, hogy egy pár szöveg, ami tényleg az ember ért és szeret, és én ezeket, mondjuk ezt a kettőt ajánlanám így nyárra, most mindenképpen. Fogunk írni kettő linket tőled, és akkor azt is berakjuk majd a leírásba, és akkor lehet majd ezen keresztül is tájékozódni, Dávid. Fú, hát ez egy nagyon-nagyon hirtelen kérdés. Bevallom, hogy most nem tudnék rá ilyen választ, mármint, hogy ilyen konkrét könyveket mondani, mert legutóbbi időben inkább ilyen cikkeket olvastam, de nagyon ajánlom az angolul olvasni tudók számára az a Jacobin, illetve egy néhány DSS-nak az új hírportáját, vagy magazinját, a thebelows.com oldalt, ahol elég jó elemzések vannak. És emellett az Engelstől az utopista szocializmus versus történelmi materializmus a címe? Című ilyen programalkotó írást, ami különben szerintem eléggé csatlakozik ez a témához, amiről beszéltünk mostanában. Kiváló, ezt is megpróbáljuk belinkelni az oldalról, elérhető digitális példány. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, Csepregi Dávid és Kemény Bence, a Szabad Budapest Aktivista Kollektíva tagjai, gyertek majd máskor is hozzánk. Ez volt most a hétfői adás, holnap érkezik az évadzáró adásunk, amelyben a budapesti köztéri szobrászat helyzetét fogjuk áttekinteni. Megnézzük azt, hogy rendszerváltás óta mégis milyen örökség halmozódott fel 2010-ig bezárólag, illetve megnézzük azt is, hogy 2010 óta mégis milyen hatások befolyásolták azt, hogy mégis milyen minőségű és milyen elgondolással rendelkező köztéri szobrok között kell élnünk az életünket, illetve beszélgetünk majd arról is meghívott vendégeinkkel, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor köztéri szobrászatról gondolkozunk. Jelenben egyáltalán szükség van-e 2020-ban újabb köztérit alkotásokra, vagy más jellegű megközelítésben kellene művészettel foglalkozni köztereinken, a fővárosban, de mindenütt másutt az országban is akár. Tehát holnap érkezik az évadzáróadás, de ez nem jelenti azt, hogy véget ér a Partizán, mert a nyári szünet alatt is lesznek heti adások, minden héten jelentkezünk egy-egy friss Partizán infóval, hogy pontosan milyen adásokkal, azt a héten a Facebook oldalunkon fogjuk majd megosztani veletek, tehát érdemes ott is követni az eseményeket. Ha bármilyen
kérdésed, észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet, mindenképpen kövess be a csatornát, ha ezt eddig nem tetted volna meg, a már említett Facebook oldalunkon is várjuk az érdeklődésedet, és csatlakozz be a Facebook csoportunkba is, a Partizán társalgóba. Ha pedig a lehetőségét megengedik, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, már több mint 1200-an megtettétek ezt, nagyon köszönjük nekik a havi támogatásukat. Ezek közé, az emberek közé várunk téged is, ami nem vagy köztük. A Patreon oldalunkon keresztül teheted meg a felajánlásodat, ez szintén elérhető a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk az évadzáron, addig is, ciao.